Áldás, békesség Minden időben Áldás, békesség Isten igéjét a 139. Zsoltárból olvasom, a 139. Zsoltár első versét. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Kedves testvéreim, ezekben a napokban nagyon sokat hallunk vizsgálatokról, egészen különböző területekről, orvosi vizsgálatokról különösképpen, de ugyanúgy a kutatók vizsgálódásának az eredményeit is, és arról is, hogy megvizsgálták, a gazdaság jelenlegi helyzetét, meg azt is, hogy hogyan lehetne még eredményesebbé tenni a különböző intézkedéseket egy ilyen világméretű járvány leküzdésére. A Zsoltár író is vizsgálatról beszél. Uram, te megvizsgálsz. Mit mond el ez a Zsoltáros? Először is a zsoltáríró elismeri, hogy Isten felette áll, hogy hatalmasabb nála, és neki, mint Isten teremtményének, meg kell állnia az Úristen előtt. Ez az ember nagyon jól tudja, hogy hol az ő helye, hogy Isten Úr az ő csepnyi emberi élete fölött és ő alá van rendelve az Isten hatalmának. Már a megszólítással is ezt akarja kifejezni, Uram, kezdi el imádságát. Az ember nagyon sokszor eltéveszti a helyét, a szerepét. Milyen, meg, milyen sokszor megpróbál Istent játszani, az ő helyébe lépni, és azt gondolja, hogy mindent megtehet hogy mindenre van hatalma, hogy kedve szerint irányíthatja a dolgokat. Nincs senki, és nincs semmi, ami megállíthatja, határt szabhat neki, és akinek ő elszámolással tartozik, olyan nincs. A Zsoltár együtt nekünk is megvan az a bizonyosságunk, hogy van urunk, van Urunk, mert a mi Istenünk Jézus Krisztus által, ami mi Urunká lett, az ő szeretete által befogadott bennünket, és ezen a jogon lett ő ami Urunk. És igenis szemmel tartja a mi porszemnyi emberi életünket, ismer bennünket. Az ember számára mindig megdöbbentő az a gondolat, hogy az Isten szemmel tartja, hogy megvizsgálja és ismeri az életét. Nagyon sokaknak elfogadhatatlan, hogy Isten látja a cselekedeteket, látja a tetteket, de ismeri a gondolatokat is. Hogy lehet, hogy van, aki felette áll az ember életének? Az Édenkertben a bűneset után. Ádám, amikor rájött arra, hogy Isten tiltása ellenére evett a jó és gonosz tudása fájának gyümölcséről, ből bujkálni kezdett, és menekült az édenkertben az Isten elől. Menekült a számonkérés elől. Az ember megpróbál menekülni az Isten elől. Lehet éppen azzal, hogy nem vesz tudomást az Isten létéről. De éppen ez a Zsoltár a bizonysága annak, hogy Isten elől képtelenség elmenekülni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Így olvassuk ennek a Zsoltárnak a hetedik versében. A Zsoltár író nem menekül az Isten elől, hanem éppen ellenkezőleg imádságban tárja oda a maga életét az Isten elé. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Urunk van, aki a maga gondoskodó szeretetével, figyelemmel kísér bennünket, és ezért tárhatjuk fel bizalommal életünk lapjait az Isten előtt. És ez a másik, amit elmond a Zsoltáros, hogy bizalommal ráutalhatjuk magunkat Istenre. Amikor a Zsoltár arról beszél, hogy a mi urunk vizsgálata elől nem lehet elmenekülni, akkor nem Istennel szembeni félelem érzését akarja felkelteni bennünk, hanem éppen arra mutat rá, hogy bizalommal hagyatkozhatunk Isten féltő szeretetére, hogy éppen nekünk magunknak van szükségünk arra, hogy a mi Urunk megvizsgáljon bennünket. A zsoltáros azt mondja, hogy Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. A legmélyebben, a legbehatóbban, ahogy senki más, ahogy talán én magam sem ismerem magamat ismer mindazt, ami a szívünkben van, ami a lelkünk legmélyén lakozik, amit semmiféle orvosi diagnosztikával nem mutatható ki, mert az Úr ismeri a tetteinket, gondolatainkat, a szándékainkat, tudja a tettek mozgatórugóját, Tudja azt, hogy mit, miért cselekszünk úgy, ahogy cselekszünk, mit szeretnénk elérni, mik a szándékaink. Ismeri érdekeink keresését, ismeri a vágyakat, ismeri, hogy mikor és miben vétettünk. De ismeri jelen helyzetben és mindenkor a félelmeinket, a szorongásainkat, az aggodalmainkat. A fájdalmainkat és ebből a bizonytalan helyzetből adódó kétségbeesettségünket is. ami mi Urunk is azzal, hogy megvizsgál és ismer, ami életünket akarja helyre tenni. Mert így lesz meg bennünk az a bizonyosság, hogy egész életem az Isten jelenlétében zajlik. Szükség van arra, hogy szemmel tartsa életünket. Mert ha tudjuk, hogy van Urunk, aki megvizsgál és ismer bennünket, akkor van, akire ráutalhatjuk a magunk emberi, földi életét. Mert van támaszunk az életünkben, az ő szeretetében elrejtett élet, a mi életünk. Ahogyan azt is tudhatjuk, hogy minden bűnünket, esendőségünket, tökéletlenségünket megvizsgálva, és ismerve, Istenünk Krisztus által megváltott gyermekei vagyunk. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Egy rövid mondat, amelyet együtt imádkozva a íróval megvalhatjuk, hogy van Urunk, van, akire ráhagyaszkozhatunk, aki ismeri az életünket, és Jézus Krisztusban szeretetét mutatta meg irántunk is. Adja Isten, hogy ez mindannyiunk életében így legyen. Ámen. Minden időben. Áldás, békesség.